Otto. Csíksomjó Jézus Mária. Isten áld meg a magyar, jó kedvel, bőséggel, nyújts feléje védőkart, ha küzd ellenséggel. Bár sorsakit régen tép, húz rá víg esztendőt, megbűnhötte már e nép a múltat, s jövendőt. Azért jöttünk össze, és jövünk össze minden évben, június 4-én déli 12 órakor itt ezen a helyen, az ország közepén, az ország címer alatt, mert emlékezni és emlékeztetni szeretnénk arra, ami 1920-ban ezen a napon történt. Egy olyan szerves területi egységet, a Kárpát-medencét szaggatták darabokra, amelynek tulajdonképpen semmilyen igazolható történelmi oka nem volt. Ez a péntek, ez úgy vonult be a magyar történelemben, mint egy nagy péntek. Márai később meg is írja, Feljajdul az egyik versében, hogy népek Krisztus a Magyarország. Valóban egy krisztusi sorsot szántak ennek az országnak. El akarták veszélyteni, és hitünk és reményünk szerint 2010 óta törvénybe foglalt elvek alapján ez mára már nem a nemzeti gyász, hanem a nemzeti összetartozás napjává nemesedett. Ne felejtsük ezt, amikor majd itt fejet hajtunk, és az ország címere tekintve ismét elmondjuk magunkban, bizalmam az ősi erényben. Emléknap született, és nem pedig ünnepnap, ahogyan azt egyesek maliciózusan emlegetni szokták. Trianonon ugyanis nincs mit ünnepelni, ellenben a nemzet testén általa ejtett sebekre emlékeznünk kell. Ahogyan neves szegedi költőnk Juhász Gyula fogalmazott, nem kell beszélni róla sohasem, de mindig, mindig gondoljunk rá, mert nem lehet feledni, nem soha, amíg magyar lesz és emlékezett, jog és igazság, becsület, remény. 8 esztendővel ezelőtt az emléknap létrejöttét az az eszmeiség vezérelte, hogy a nemzeti összetartozás nélkül nincs nemzeti felemelkedés, nincsen határon inneni és határon túli magyar ügy, mert csak is egyetlen magyar sorsközösség és egyetlen magyar ügy létezik. Mindemellett pedig magunkra vonatkozóként kell elismernünk Szabó Dezső szavait, miszerint minden magyar felelős minden magyarért. S magyarként éljünk bárhol is a földön, legyünk más hiten lévők, gondolkodjunk a világról bárhogy, mégse felejtkezzünk el arról, hogy magyarságunk egy valamire egészen bizonyosan kötelez bennünket. Szétszakítatásunkban is kifejezni a remélt együvé tartozást. Elindulék hosszú útnak egyedül, minden felül borul az ég, s nem derül. Én felülék a világ nagy lovára, de zabalát nem tettem a szájára.